Kedves barátaim! Szeretettel üdvözlök benneteket innen Horvátországból, de most nem is a helynek van a jelentősége, hanem annak, amit szeretnék mondani. Bizonyára észrevettétek már, hogy egyre kevesebben járunk a klubba, aminek rettentő sok oka van. És erről szeretném most beszélni. Az első őszi gyűlésünkön nem voltam ott, mert végre el tudtam menni nyaralni. Tudjátok, ilyen utolszezonban sokkal olcsóbbak az árak, töredéke annak, mint főszezonban. Igaz, nyáron is voltam nyaralni, de táborokban voltam főleg és meghívásokon. Amiről szeretnénk beszélni, és ez egy általános probléma tulajdonképpen. Mint klubvezető, én háttérből nagyon sok mindent tudok, hogy ki miért nem jár el esetleg a klubunkba, ki miért maradt el, ki volt az, aki úgy tartotta jónak, hogy más utat választ, vagy egyáltalán nem választ utat. Először is az első probléma, hogy nagyon sok embertől visszahallottam azt, hát nem olyan nagyon soktól persze, de 4-5 embertől, hogy ők már kinőttek minket. Hogy ezek a szellemi tanítások már divatja múltak, már régiek, már érdektelenek a számukra teljesen. Ők inkább más utat szeretnének követni, ennek már unalmas vége van, nem mond már semmi újat se, sőt olyat is hallottam, hogy a szellemtan ideje lejárt természetesen. Volt, aki azért hagyta abba a közünk történő járást, mert elolvasta a SZET könyveket, vagy elolvasta a Krion könyveket, és úgy döntött, hogy abban minden benne van természetesen, ami az ő számára fontos, így érdektelen eljönni, pénzt áldozni érte, időt áldozni, ami nagyon fontos dolog természetesen, mert én nagyon jól tudom, hogy Budapesten nem egyszerű a közlekedés. És bizony, sokszor másfél-két órát kell utazni, sokszor munka után fáradtak, hogy bejönnek a klubba, és meghallgassák az előadást, és ennyit nem ér az egész. Tehát ugye mondjuk oda-vissza kétszer másfél óra az 3 óra, plusz ugye bizony-bizony 2 óra az előadás, hát 7 órát nem ér meg az ő életéből, hetente egyszer, vagy havonta egyszer is akár, hogy eljön a klubnapra. Tehát azokat a tagjainkat, akik elzárkoznak, hogy közénk járjanak, mondjuk rajta vannak az e-mail listámon is természetesen, így üzenem, hogy üdvözlöm őket. Ők nem áldoznak ennyi időt rá, mert nekik más az útjuk, és sokkal kényelmesebb otthon ülni a számítógép előtt, mint bejárni esetleg egy társaságba, ahol különleges és érdekes kérdések vannak. Én megmondom őszintén, hogy én csak azt tudom válaszolni, hogy én aránylag sok mindent tudok most már a szellemtudományból, hál' Istennek, a Szentléleknek és a barátaimnak a segítése miatt, de jóformán semmit nem tudok. Minél nagyobb világ nyílik meg előttem, annál jobban rájövök, hogy milyen picike kis porszám vagyok, hogy milyen keveset tudok, és ez az emberi élet talán arra elég lesz nekem, hogy egy kis szeletet kapjak abból, ami a saját, az önsegítésem és mások segítése szempontjából fontos. Volt, aki azért nem jött el hozzánk a klubba, mert egyéni sérelem érte. Valamely társa megbántotta. És úgy gondolta, hogy akkor ő nem fog ide eljönni, mert engem megbántottak, és én velem senkinek foglalkozzon, én ilyen helyre nem jövök el. Az utcán ugyanúgy megbántanak minket, a barátaink is megbántatnak minket, a rokonaink is megbántattak minket. De most nem menjünk a mélyre, hogy létezik a megbocsájtás, és itt lehet a legeslegjobban gyakorolni, szellemi emberek között. És ez nagyon fontos dolog, és ezt meg kell tanulni. Én emlékszem rá, hogy drága Váradi Csaba barátunk még élt, amikor egyszer elmentünk kirándulni fel a budai hegyekbe, és én megkértem Csabát udvariassal, hogy ne olvasson fel most nekünk ilyen több órás részleteket se onnan se, mert itt ez beszélgetésről szól, kirándulásról szól, tehát nem előadást szervezünk, és ez egy ilyen kis pöc volt akkor Csabánál, mert már nagyon sokan rászóltak, és akkor nekem ugrott tulajdonképpen, és hát összeveszett velem. És én ahelyett, hogy magamra vettem volna ezt, és én is veszekedtem volna vele, azonnal oda rohantam hozzá, áttöleltem, és mondtam, ne arra gudjál Csaba, hogy nem akartál téged megbántani, és azonnal kibékültünk. Szóval higgyék el, mindazok, akiket egyéni sérelem ért, hogy nem én velünk szúrtak ki, nem én velem vagy a másikkal, akivel a sérelem érte, saját magára lesz minden hatással. Itt lehet a legeslegjobban a megbocsátást gyakorolni, és itt még a legkönnyebb, mert így garantáltan
pozitív elfogadásra talál. Itt jobban lehet gyakorolni, mint az utcán, ahol megbántottak, ahol megsértettek, a lábamra léptek. Tehát erre mindegyik egy-egy alkalom ennek a gyakorlására. Akiben még van esetleg egyéni sérelem ezért, és azért nem akar eljönni a klubba, mert valaki megbántott egy rossz szóval, netántán, annak érdemes saját magának elgondolkoznia, hogy vajon kiben van a hiba, ő benne vagy másban van a hiba. Vannak, akik más szellemtan irányzatot követnek, elkezdtek rátenni egy másik útra. Ami nem lenne baj, mert én azt mondom, hogy minél többet tanuljunk, minél több lábon álljunk a Földön, tehát érdemes nagyon sok a teozófus tanításoktól kezdve a rózsakeresztesig, akár bármit felőlelni. Én is ezt tettem, átnéztem a különböző világvallásokat, a buddhizmustól kezdve minden tanulmányoztam, elmentem a hídgyülekezettől kezdve mindenhova, hogy legyen véleményem, hogy megtapasztaljam a dolgokat. És tudjátok, mire jöttem rá? Hogy minden út ide vezet. Mert mindegyik féligazságokat tartalmaz, de az igaz igazságot a Szentléleknek a tanításai alapján, a nagy szellemi tanítók alapján lehet csak igaziból megtudni. Én is befutottam a köreimet, nekem is, de úgy, hogy párhuzamosan természetesen, tehát ezekkel a tanulmányokkal párhuzamosan, és így jutottam el arra a szintre, hogy bizony-bizony a teljes igazságok itt találhatók. Megnéztem például Váradi Tibor tanításai, csodálatosak. Nagyon nagy területet ölel fel, és érdekesképpen alapja a tanításainak a Sterneri tanítások, illetve a négyfelel szellem tanításai azok, amiket mi itt a klubban tanulunk, kitárgyalunk és megbeszélünk. Ugye nagyon fontos, hogy a többi emberrel is elmondjuk nekik, hogy gyerekek, utolsó időket élünk, és tanuljatok, fejlődjetek. Ilyenkor meg kell fogni egy másik ember kezét, te gyere már el hozzám, gyere el velem, hallgass meg legalább, hát ha megérint egy picikét az a tanítás, amit itt hall, és hát ha jó irányba kezdi majd őt elvinni. Természetesen vannak olyanok is, akik a betegség miatt nem tudnak eljönni, ez úgymond felmentő jók, mert logikus, ha valakinek eltörik a lába, vagy komoly betegsége van, nem fog hozzánk eljönni, de szerencsére látom ezeket az embereket, és nagyon köszönöm nekik, hogy abban a pillanatban, amikor meggyógyulnak, mindig eljönnek hozzánk. És ezt nagyon köszönöm nekik. Nagyon sok embernek ugye szintén az a probléma, hogy eljön és unatkozik. Ez neki nem tetszik, ez sajnos meg kell mondani őszintén, ez a belső spirituális érettség miatt van tulajdonképpen. Még nem érett ezekre a szellemi tanításokra, úgymond alacsonyabb szinten van egy picikét, ezzel nem le akarok degradálni természetesen az ő szellemi szintjüket, de legyünk őszinték, én magam is álltam alacsonyabb spirituális szinten, akár 20 évvel ezelőtt, mindig fejlődünk, de azt is tudni kell, és itt Mak István bácsinak a tanulmányára tudok csak ráutalni, hogy akik picikét alacsonyabb szellemi szférában vannak, próbálnak megélni, de egyszerűen, spirituálisan nem tudják felfogni azokat az igazságokat, így azok is lemorzsolódtak, bár ebből szerencsére kevesebben vannak, megmondom őszintén, inkább az előző okokra vezethető vissza, és sajnos arra, hogy elkapta őket a fekete erő, a sötét erő, mert mi a célja neki? Lerángatni az alsó nagykörbe, ahol évmilliárdokon keresztül újra ő lesz a császár, újra ő lesz az úr, és ő fog parancsolni. És minél több szellemi lény, embert le tud rángatni, annál több fölött fog uralkodni. És ez a fő célja neki. És ezzel nagyon el kell gondolkoznunk. Tehát nagyon sok embert maga a világi élet rángatott vissza, a kényelem. Volt én nekem olyan barátnőm, de klubban járó barát, mert ez olyan barátnő, aki konkrétan tudok, hogy rákérdeztem, hogy szia, ne haragudjál, meg rajta az e-mail címlistámon ugyan, és kapod a tanításokat, amiket naponta küldök mindenkinek, hogy picikét olvasgasson belőle, és próbálja meg fejlődni. Van olyan barátom például, aki soha nem jön el a klubba, mert én tudom konkrétan, hogy olyan munkája van, nem is volt még egyetlen egyszer sem, buddhista különben, ő volt az egyik házassági tanúm, de összegyűjti ezeket a tanításokat, minden szombaton leül, és elolvassa, rászáll egy pár órát, és elolvassa. És ha vannak kérdései, elmondja, véleményt alkot róla, nagyon jó dolgokat tud különben mondani, és ez nagyon fontos a számomra. Van olyan barátunk is, aki jár a klubba időnként, belemel másik tanításokba is, de nem tudja, mindegyikből kivesz részleteket, és összekeveri őket. Olyan borzasztó
szellemi zavar van szerencsétlenbe, és azt mondtam, hogy csak egy utat járjál. Ha te elkezded a rózsakeresztest, akkor azt jár végig, tanuld meg, amit ott megtanítanak, ne vegyél ki részleteket. Ha elkezded a teozófus tanításokat, akkor csináld azt. Ha elkezded a névtelen szellem tanításait, akkor ezt járjad végig, próbáld meg elolvasni. Rákérdeztem, mondom, hogy ha nagyon akarsz olvasni, olvasd a szellem erőanyagot. És akkor jött egy hét múlva, már elolvasta, de lennének kérdései. Én a szellemerő anyagot harmadik vagy negyedik éve olvasom, hanem ötödik éve. Minden évben előveszem, minden évben más mond nekem, kezdem megérteni, vannak olyan oldalak, amit 30-szor olvastam el, mire egyszer meg tudtam érteni. Na most el lehet képzelni, hogyha valaki sok tanulmánya mellett, meg egy főiskolai tanulmány mellett párhuzamosan elolvas egy hét alatt a szellemerő anyagot, hogy körülbelül mennyit tudott belőle megegyezni. Hát azért mondom, ez egy nagyon fontos dolog. Ami most nekem a kezembe került, illetve a mostani tanításaink, mind a Korszakváltás című könyvből van, az Ita Médiumnak a könyvéből. Harcmodor az utolsó időkre, van egy ilyen utolsó fejezet a könyvben, ahol pont a kinti magyar szellemkutatók egyik tagja jelenkezett be a médiumon keresztül. És ez adta az ötletet, amire én most szólok hozzátok, hogy hallgassuk meg ezt a kis tanítást, ezt a pár mondatot, hogy mit is ír vajon erről. Nagyon érdekes, és szerintem sok mindent elmond mindannyiunk számára. Azért hangzanak el a figyelmeztetések, mert azt veszük észre, hogy annak ellenére, hogy erről már régebben is tudomást szerezhettetek, mégis lanyhán is mondhatnám, könnyelműen élitek az életeteket. Könnyelműen kezelitek a figyelmeztetéseket, hogy a vihar közel van, és úgy éltek, annyira az emberi életek kívánságainak éltek, mint amíg sok-sok idő lenne hátra, kényelmesen foglalkozhatok ezzel is, azzal is és amazzal is. Tudjátok, az én időben mennyire szigorúan vettem azt, az iskola ideje alatt ősztől pünkösdig mindannyian kevesebbet hiányozatok. Mint a feledésben ment volna, hogy közületek vannak, a kevesen is, akik úgy érzik, hogy néha napján ide ellátogatnak, azzal, hogy ők már ennek a gyülekezetnek a tagjai, és kerítésen belül vannak. Ez a kényelmes dolog. Elmegy fél évente egyszer, itt vagyok, sziasztok, és megnyugszok, ó, hát én a spiritális klubnak a tagja vagyok, vagy a Szellemi-óvárok Egyesületnek a tagja vagyok, illetve a Pesti Egyletnek a tagja vagyok. Ó, kényelmes, eljárok fél évente egyszer, látjátok, itt vagyok, sziasztok, és nyugodtan elmondhatom mindenhol, hogy tagja vagyok, és ami legfontosabb, belül el tudom mondani, hát én tanulok, hát én járok a klubba, és lelkileg meg tudom magam nyugtatni. Na elnézést, akkor megszakítottam, akkor folytatom a közlést. Én azonban azt mondom nektek, ez nem így van. Mindegy, hogy valaki hogyan gondolkodik e felől, a valóság az, amit én gyakran mondom nektek, szükséges, hogy minden többen ennek a gyülekezetnek az oszlopos tagjaivá válhassatok. Újra megszakítom a közlést. A Szellemi Óvárok Pesti Egylete annak idején nagyon sok kis csoportból működött, és ezek a csoportok alkották az egészet. Mindenki a saját területén belül munkálkodott tulajdonképpen, és így lett a sok piciből egy nagy egész. És ezért fontos, hogy mindenki, ahova tartozik, oda járjon, azt a szellemi iskolát rendesen, rendszeresen járja végig. Érdekesképpen sok embernek minden másra van ideje, csak erre nem. Mivel már hosszú évtizedek óta tanulmányozátok azt az igazságot, tehát még már régen rá kellett volna jönnötök, hogy mennyire szükséges és fontos az érzelmi, mint az értelmi világotokat, egyre inkább ennek az igazságnak, ennek a gondolatoknak, az érzéseknek adjátok át. Akik ennek még nem tudnak megfelelni, azoknak nagyon, de nagyon kell igyekezniük. Tudnék, ez a gyülekezet eredetileg sem azzal a célral alakult, hogy a nagy hatalmas szám szerint sok ember számláló gyülekezet legyen, hanem azért alakult, hogy akinek úgy az én időmben, mint a később évtizedekben lelki szempontokból szükségük van a nagyobb világosságra és meggyőződésre, azoknak otthon nyújtson, hogy ne szám szerint duzzadjon fel a gyülekezet, hanem a minőség és minden ember szellemi minőségére javuljon. Ezzel nem azt mondom, hogy nem lenne jobb, ha ebben a városban többeket érdekelne az, amivel a Szentlélek megkínálni kívánja a városnak a lakóit, mert jó lenne. De nem várható lennél a piciny, földi szemben nézve piciny gyülekezetnek a számszéti gyarapodása.
és nem várható el már az egyházaknál sem. Mert az egyházak szétesése és minden jelentéktelen, vagy esetleg jelentősebb, némi esetben súlyosabb dolgok miatt megkezdődött. Jelentéktelen mondom például azt, amikor az emberek azért harcolnak, hogy ezen vagy azon, vagy amazon nyelven fogyanak az Isten tiszteletek. És ami még nagyon érdekes, hogy itt a közlésben az is benne van, és itt már nem kívánom felolvasni az egészet, mert itt inkább nektek szól az üzenetem, megemlítte a közlésnek a másik fele azt is, hogy az egyházaknál a vezetőket meg fogják támadni, a jó egyházaknál természetesen le fogják váltani, helyébe betesz gonosz erőnek a mesterkedése által olyan alantas embereket, akik teljesen méltatlanok az egyháznak a vezetésére, a végén olyan tanításokat fognak bevinni, ahol megváltozik minden, és mit ér el a sötét erő a céljaival? Azt, az embereknek elmenjen a kedvük az egész istenes dolgoktól, idézelben mondva, ha meghallják Jézus Krisztusnak a nevét. Már hátabb fordítanak, köszönjük szépen, én ebből nem kérek, és megkezdődik a szétesés, és ott állnak az emberek, hogy Úristen, most akkor mi van? Erőszakos az egyház, akkor oda nem megyek, és ezt már Istennel és Jézussal már azonosították. Így a sötét erő mit ért el? Az emberek el tudnak távolodni Istentől és Jézustól. Pedig nagyon jól tudjuk, az igazság a vallások felett áll. Jézus ezeket a tanításokat, amiket az egyháza kimagyarázva elmondanak, mindig távol tartotta magát tőle. És ez fontos dolog. Múltkor a kezembe került egy biblia, nem tudnám megmondani most egy hirtelen fejből, hogy ki készítette a bibliát, egy nagyon vastag biblia, természetesen át lett írva a szövege, tehát az, aki azt a bibliát nem is lefordította én szerintem, hanem a saját nyelvezete szerint egy károlyi fordításból átírta, hogy ő gondolja, vagy ők gondolták a papi vezetők. De a biblia úgy kezdődik, hogy első oldal rajta van a Szent Biblia, kiadó, stb. Azért nem tudom fejből, mert ez most jutott eszembe, és otthon való meg, ez nincs is, ez meg csak belolvastam. És a következő, akkor meg volt a fordító, nem is a fordító írója, szerző, stb. Kiadta ki az egészet, lapozok egyet, és két mondatban le van írva, hogy a Bibliában lévő szövegekért, esetleges félreértésekért, félremagyarázásokért felelősséget nem vállalunk. Kész, ennyi, gyönyörű. És ez, ja, már emlékszem is rá, ez úgy került a kezembe, hogy a barátom elkezdett nekem mesélni a Bibliáról. És elkezdtem szintén válaszolni egy pár érdekes dologra, és akkor elővette, hogy nézd csak ide, olvassál már bele, benne vagy a benne lévő tartalom, és semmilyen felelősséget nem vállalunk, hogy ennyit ér az egész. Hát most elkezdtem neki magyarázni a sötét erőről, de aztán láttam, hogy jobb, hogyha abba hagyom, tehát sajnos ezt is tudni kell. Benne van a sötét erő mesterkedése. Nekünk kell eldönteni. A szabad időnket mire áldozzuk. És itt van az a 3-5%-ú szabad akarat. Hogy igenis feláldozok az időmből, hogy meditálok, imádkozok, tanulok, eljárok valahova és ott fejlődök, mert higgyétek el, itt közösen lehet fejlődni. Tartozni egy kis társasághoz, megpróbálni elmenni minél többet. Jó, vannak anyagi mozgatai is természetesen, mert tudjuk, az előadások ingyen vannak, az előadóim is ingyen jönnek szerencsére, de sajnos vannak bérleti díjak, megpróbálom mindig kigazdálkodni a legoptimálisabb bérleti díjat, úgyhogy ezt is tudomásul kell venni, de valamit kell tudni áldozni, áldozatot kell hozni. Én mindig azt szoktam mondani sajnos, hogy egy-egy eljövetel egy üvegsör ára. A belépő díjat nézem, egy doboz cigarettára, egy zacskó cukorkára, és nem akarom folytatni. Meg kell tudni lemondani rengeteg dologról, esetleg áldozni azért, és ami csodálok, hogy bizony vannak olyan nyugdíjasaink, aki tudom, hogy nagyon kevés nyugdíjból élnek. Azt is tudom, hogy olyan tudják kifizetni a rezsiköltséget, és mégis ezek az emberek majdnem mindig ott ülnek közöttünk. Mert ki tudják-e hozzákodni azt a pici kis pénzt, félreteszik, és eljönnek, hogy fejlődjenek, úgymond hivatalosak Jézusnak a vacsorájára. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Én remélem, egy picit a szíveteket megérintette. Isten legyen veletek!